Jól figyeljétek az eget, ahonnan a kutyák is jöttek. Segítség! Vigyázzatok! Nagyon vigyázzatok! Lehet, hogy egyszer két négylábú lény sétál be hozzád, és valaki épp a te szomszédodban fogadja őket örökbe, nem törődve azzal, hogy ők... Mi? És Perli? A földön kívüli kutyák! Teljes életnagyságban! Ítéletnapi lövöldözések. Szenvedő majmok, Nick! Láttad ezt a képet? A kis macskákat a tűzoltó sisakjában, hát nem édesen. Nem a macskákat, az űrszondát. A földlakók új űrszondát bocsátanak fel holnap. Hurrá, de okosak! Képzeld el, ha fel tudnék valahogy csempészni egy üzenetet arra a szondára, és egy irányt meghatározó egységet, akkor... Hurrá! A szondát Kutymóniára tudnánk irányítani, ahol megkapják az üzenetünket és megmentenek. Perry, ez valóban nagyszerű. Köszönöm, Nick. Lord Geoffrey, az űrszondámat hozza! Az űrben szeretnék szétnézni! Megyek Frank dolgozó szobájába, hát ha többet megtudok a szondáról. Szinte szégyellem magam. Hamarosan megtalálom a módját, hogy elmenjünk erről a bolygóról, de még mindig nem értem, miért csinálja ezt Frank. Nem értem. Mi volt, Perry? Hia, abba! Mr. Smith örömmel jelenti be az UFOTFT, azaz az UFO-k tanulmányozásával foglalkozó társaság 50 éves jubileumát, elnök és egyedüli tag Mr. Smith. És? Tűzijáték, apa, tűzijáték is lesz. Lángok, nagy lángok, Katalinkör és rakéták. Rakéták? Megyünk, apa. Mondd, hogy igen, mehetünk, ugye? Nos, Lucy, mehetünk. De ne feledd, hogy a tűzijáték nagyon-nagyon veszélyes. Veszélyes? Nagyon elővigyázatosnak kell lenned, amikor kilövöd őket. Kilőni őket! És amikor elkezdik boom, bang, whiz! Boom, bang, whiz! Nagy űr kell körülöttünk legyen. Űr! Apa, megígérem, hogy vigyázni fogok, tényleg! Kilövés, rakéták, űr! Otthon! Nem is tudom, Perry, amikor a földlakók azt mondják, hogy bim, bam, bum, bang, és hogy veszélyes, tudod az? Az általában veszélyes. Ne aggódnék, a tervem a megtestesített egyszerűség. Hallottál már a déjà vu-ről, Perry? Én félek, úgyhogy inkább a tarabommal foglalkozom. Figyelj, Nick! Kilőjük az üzenetet tartalmazó dobozt, és megváltoztatjuk az irányát az úgynevezett tűzi játékkal. Amikor a tűzi játék eléri a legnagyobb magasságot, egy mini segédrakéta az űrszondához viszi a felszerelést. Az űrszonda Kutymóniára a bolygónkra megy, és boom, bang, whiz! Szabadok vagyunk, Nick! Felfogtad, Nick? Mit jelent mindez? Hát, ez bonyolult. Tudod... fizika és cuccok. Ha, oké, haver, benne vagyok! Rövid lábak, magas kerítés, nem jó. Bámulatos lesz. Hinni fognak nekem. Még nagyobb ünnep lenne, ha leleplezném azt a két földön kívüli dögöt, de eljön az az idő. Eljön majd. És amikor eljön, lesz nagy bum, és beng, és még nagyobb... Miért tűnik ez olyan nevetségesnek? Lehet emlékeztet valakire. Nem. Jól jön egy kis halleves. Hosszú lesz az éjszaka. Oh,
Hihetetlen. Igen. Halleves, undorító még Smithnek is. Összpontosíts, Nick. Bocsi, Perry. Oké, a kísérlethez mindegyik fajtából kell egy, úgyhogy csendben légy, és csak óvatosan. Na oké, akkor B-terv. Ragadj meg mindent, amit tudsz, és lépjünk le innen. Neked úgyis mindegy, én innen nézem. Frank azt mondta, hogy a tűzijáték nagyon veszélyes. Jaj, ugyan, Nick. Az emberek mindig túloznak. Amúgy is ez a kísérlet biztonságos. Oké, most az egyszer az emberek nem túloztak. Ez remek, felhasználnám a színdarabomban. Badigan zihálva. Nagyszerű! Úgy látom, a csökkenő gravitáció miatt már nem is kell használnom fűzőt. Kitaláltad már, hány tűzjátékra van szükséged, hogy kilőd a rakétát az üzenettel? Igen. Oké, és hányra? Mindegyikre, Nick. Minden egyes darabra. Akkor végünk van, ugye, Perry? Fog be, Nick. Na, ugye. Így, hopp, így. Ez az. Így, Feltételezem, hogy nincs egy B-terved. Nick, ismersz engem. Az ABC összes betűjével van tervem. Ho-ho, Smithnek meg lesz a tűzijáték bemutatója. Isten bizony. Komolyan mondom. Átirányító készülék. Üzenet. Üzenet. És... segédrakéta. Oké, elmegyünk a parkba, és miközben Smith az UFO tanulmányozásról fecseg, kilőjük a rakétánkat, és elküldjük az üzenetet. Azt meg én vigyem, mi? Földön kívüliek! Rejtett veszély az én életmódomra, és az önökére néz. Igen, az önökére. Köztünk ólálkodnak. Jó, te intézd el Smith-t. Én előkészítem a kilövést. Mert pont nekem jut a Smith rész? Mert amint többször mondtad, te vagy a kreatívabb. Elolvastad a darabomat, na? És így, miközben nézik a ma esti bemutatót, szeretném, ha elképzelnék, hogy ripityára zúzzuk a földön kívülieket. Bemocskolják az egész világot. Nos... jó szórakozást! Köszönöm, kedves nézők! Mélem, ez eléggé kreatív! Szabotás! Miféle gonoszság ez? Engedj ki, és nézz szembe velem! Ez a műsor része. Ez az öltözet nehéz, mint a só. Ki vagy? Az állami szervektől? Az igazság úgyis kiderül. Végeztél, Perry? Minden a helyén van, csak segíts innen lemászni. Semmit se látok. Még a Kutymó bolygói barlangokban sincs ilyen sötét. Megtaláltam a kapcsolót. A végünk van, ugye? Nem, nem. Na jó, igen. Nézd, apa! Földön kívüli bábuk! Ez egy gyönyörű. Na hát...
Isten veled, Smith. Igazán megérdemelte a sorsát. Hát én sose szerettem, de legalább szépen ment el. Ez igen. Ja, ez csodálatos. És Perry is láthatta volna. Tehetem kívülitek! Nos, nem volt tökéletes, de azért elment. A számításaim azt mutatják, hogy útban van Kutymónia felé. Klassz! Kutymóniai társaim, nehéz időkben írok nektek. Ó, hát ez nagyon szép. Kösz, pontosan mi is? Hogy másolatot készítettél az üzenetről, ez jó ötlet. Egy nap majd sokat fog érni. Családi erekje lesz. Én nem készítettem másolatot. A másolatra jut eszembe, nem láttad a színdarabomat? Megjött az ihletem. Lady Buddingham megírhatja meg a saját szerepét. Senki sem gondolja, hogy ezek a dolgok soha nem történtek meg, de ugyanakkor senki sem tudja bebizonyítani, hogy nem történtek meg. Ők a földön kívüli kutyák teljes életnagyságban.